never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. Hey, shalom, sziasztok, Stefan vagyok, és lennék egy olyan videóval, amiben a Sennheiser GSP-670-es fejhallgatójáról fogunk egy kicsit beszélni, illetve bemutatni. A lényeg, hogy ez egy vezeték nélküli fejhallgató, nekem még a régi időkből való, tehát amikor még a Sennheiser az Sennheiser volt, viszont manapság már ezt a terméket úgy gyártják, hogy Sennheiser kötőjel EPOS, vagy EPOS kötőjel Sennheiser, mégpedig azért, mert a Sennheiser kommunikációs osztálya, ami ezelőtt felelős volt a gaming részért, az a Dán hallássegítő céggel különvált, mert nem úgy, hogy különvált, hanem, hogy mondjam nektek, nem a Sennheiserrel van már, hanem külön egy céget alapítottak közösen, és így lett belőle EPOS. Ezt a Sennheiser nevet is fogják hagyni egyébként, és a következő generációs fejhallgatóknál már mindegyiknél csak simán EPOS lesz, egyedül ezeknél a régieknél maradt meg ez az EPOS kötőjel Sennheiser név. Mint látjátok, nekem még ez a Sennheiser-es időkből van, ugye itt van egy GSP, és itt nekem csak Sennheiser van, tehát nincs ott, hogy EPOS kötőjel Sennheiser. A fejhallgató súlya egyébként ilyen fél kiló, ezt egyébként az első használatnál észre is lehet venni, körülbelül két hétig fájt nekem is a fejem teteje tőle, de egyébként egy idő után már ez teljesen jó észre se venni. A fülpárnák ilyen szövettebb volt műbőr úgymond, és ezen belül ugye van a memória, illetve a szivacs. Aztán, mint látjátok a kialakításában, nem a szokásos fejhallgató, nem tudom, hogy mutassam, hogy jól látszódjon. Tehát itt van a dinamikus hangszórója, ugye amit a Sennheiser gyárt saját hangszórók. Ez kicsit meg van ferdítve, pont azért, hogy a hang az úgy menjen a füledbe, hogy pont jól legyen. Aztán, ugye mint látjátok, van egy csatlakozó rajta, ez még sajnos micro USB, viszont a töltés így sem több mint 2 óra a fejhallgatónál, illetve hogyha töltöd, akkor tudod közben használni is. Aztán van itt egy kis gomb, amit el lehet csúsztatni, ez igazából információt ad arról, hogy mennyi töltöttség van még a fejhallgatóba. Aztán a másik oldalon van nekünk egy ilyen tekerő, ez igazából a hangerőért felel, de ugyanúgy ez a bekapcsoló gomb is, tehát hogyha elfordítjuk teljesen. Akkor halljátok, hogy mondta, hogy dongle connected, tehát csatlakozott a számítógépünkhöz. De ebben a fejhallgatóban egyébként van még egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy nem csak dongle-le csatlakozik, dongle, hanem mellette még Bluetooth-on is tudsz vele csatlakozni, telefonra, vagy bármilyen másik eszközre. Tehát használható PlayStation-on, Xbox-on és elvileg minden platformon. És akkor, amit mondtam, gomb az ugye itt van, ezt lehúzzuk. Akkor mondja, hogy more than 80% battery left, tehát több mint 80%-os töltöttség van még a fejhallgatóban. Időre egyébként, akkumulátor időre körülbelül olyan, hát Bluetooth nélkül tud olyan 14-16 órát elvileg, aztán ha Bluetooth is megy, akkor viszont ilyen 10-12 óra, ami nagyon max. De ez nyilván függ a hangerőtől is, meg minden mástól. Aztán nézzük meg a mikrofonját. Mint látjátok, ez egy elég vastag mikrofon. Hangja egyébként teljesen korrekt szerintem ahhoz képest, hogy egy gaming fejhallgató, de nyilván erről fogok berakni egy kis tesztet is nektek, amit most fogtok hallani. Tehát ez még az én hangom a kamerán keresztül, aztán ez. Most a GSP-670-es fejhallgató mikrofonját halljátok custom beállításokkal, tehát flat hangzással. Most a GSP-670-es fejhallgató mikrofonját halljátok clear beállításokkal. És szintén a GSP-670-es fejhallgató mikrofonját halljátok a warm beállításokkal. Ez pedig már ugye off-on van, tehát nincsen semmilyen beállítás. Ha lehajtod, van egy kattanás, ilyenkor aktiválódik a mikrofon, aztán hogyha visszahajtod,
Akkor van még egy kattanás, ilyenkor pedig kikapcsolod. Aztán a következő dolog, amiről még úgy gondolom, hogy beszélnünk kell, az nem más, mint a fenti résznél ez a két kis pöcök. Ezt, ahogy mozgatod, úgy állítja a terhelést a fejtetőről a fülre. Tehát most nekem elvileg ez a fül terhelésem van, de egyébként látszik is, hogyha így szétnyitjuk, akkor így könnyebben nyílik, mint amúgy. Állítólag nem cserélhető benne az akkumulátor, hogyha tönkre megy, ahogyan nagyon sok fejhallgatónál sajnos nem lehet vezeték nélkülinél. Viszont én utána jártam, és hivatalos szervisztől kaptam Magyarországon, hogy cserélhető benne az akkumulátor, és ez 10.000 forintba kerül. De nyilván, hogyha nem szeretnél fizetni szerviznek, akkor ha értesz hozzá, akkor te is ki tudod cserélni, csak szerez egy akkumulátort, és igazából egy 3 pines csatlakozóval kell ezt rádugni, ami bal fűrésznél van. Következő dolog, amire még úgy gondolom, hogy beszélnünk kellene, az nem más, mint a hang, a hangzás, a fejhallgató hangja. A fejhallgató hangja hozza a Sennheisertől elvárt a hangzást, egyedül annyi probléma van vele, hogy talán még kevesebb basszus van benne, mint a többi Sennheiser fejhallgatóban, és nyilván aki ahhoz van szokva, hogy minél több basszus legyen egy fejhallgatóban, annak valószínűleg nem lesz annyira jó, de ettől függetlenül szerintem a hangzás az teljesen korrekt és teljesen jó. Ugyanúgy zenére, ugyanúgy játékra egyaránt használható, és jelenleg eddig, ami volt nekem fejhallgató, szerintem közel, hát sőt, kimondhatom azt, hogy ez a legjobb fejhallgatóm. Hiába vezeték nélkül egyébként hangzásában nem érzek semmilyen hátrányt a vezetékeshez képest. Annyi, hogy a vezetékes nekem az ugye egy HD szériás Sennheiser, ami nyilván nem arról szól, hogy játékra való, de ez hangzásban egyébként tükrözi is. De ettől függetlenül szerintem ő közel azt a szintet tudja. Igaz, hogy drágább volt, de közel azt a szintet tudja, mint a másik. Megmutatnám nektek egyébként még ezt a dongle-t is, ezt a dongle-t. Ennyi az egész, bedugod, és automatikusan meg fogják találni egymást. Ha esetleg mégse, akkor itt ezt a gombot, hogyha benyomod, itt van egy gomb egyébként, akkor párosítást megkezdesz adni. Aztán itt van egy tekerő, ez PlayStation-on vagy Xbox-on használható, ez egy voice chat volum, ezzel tudod állítani a hangot ugye a játékosok, amit beszélnek neked. Nézzük meg, hogy hangerőre milyen egyébként a termék. És elindítok valami no copyright zenét, és akkor megnézzük, hogy tehát hangerőre is teljesen korrekt, játékoknál ez egyébként még hangosabb is tud lenni. Aztán nézzük meg a szoftvert, hogy milyen a szoftvere. Ugye, mint látjátok, van egy beállítások rész, itt leír a verziószámát, itt tudod frissíteni, hogyha van, itt írja mellette, hogy update available, vagy valami hasonlót, ezt nem tudod frissíteni, egyedül a headsetet nem tudod frissíteni, csak úgy, hogyha bedudod a töltőkábelét, az eredeti töltőkábelt, és akkor azon keresztül meg tudod nyitani a frissítést. Aztán itt látod a headsetnek a nevét, ami GSP670, akkor van egy smart button, ugye az a gomb, ami a párosítást elkezdi. Sőt, rosszul mondtam, a smart button, ez a smart button egyébként, és erre lehet beállítani valamilyen funkciót, jelenleg most azon beállítva, hogy surround sound, tehát 7.1-es virtuális hangzást tudsz vele, de aztán, hogyha rányomsz még egyet, akkor már present switcher, tehát equalizer beállítást fog állítani rajta. Az auto sleep az, hogyha nem használod, nem megy rajta semmilyen zene, akkor egy idő után kikapcsol. Wireless mode az fixed latency, illetve adaptív. Ami a fixed az az, hogy ugye nem változik folyamatosan a válasz ideje, hanem fixen tartja ilyen 35 millisekundum, azt hiszem. A másik pedig ilyen 45-60 talán. Itt látod ugye a töltöttséget, hogy 100%-on van, itt írja is. És itt a neve, GSP670. Itt a hangerőt tudod szabályozni, hogyha akarod. Aztán itt van egy mikrofon ikon változtató, aminél van több fajta is. Van a warm, ez egy kicsit melegíti a hangodat, tehát mélyebb, talán szusosabb, és
igazából ennyi. Van egy clean, ami tiszta, tisztítja a hangodat a clear, és van egy custom, az pedig olyan, mint egy flat hangzás, tehát hogyha átrakjuk, akkor látjátok, hogy minden folyamatosan egyben van, tehát nincs sehol busztolva semmilyen frekvencián. Ez igazából szerintem a legjobb, mert ez tényleg azt a hangot adja, ami valóban neked a hangod. Van egy gain, ez egy hangerő erősítő, tehát hogyha nem elég hangos vagy, akkor ezt felhúzok, és akkor valószínűleg jóval hangosabb leszel. Van egy side tone, ennek igazából annyi lényege van, hogyha felhúzod a hangerőt, ahogy változtatod, és beszélsz, úgy hallod vissza magad. Tehát halkan a háttérben visszahallod magad azt, amit mondasz. Nem tudom, hogy van-e értelme, vagy nincs, de igazából ennyi. Van egy noise gate, egy zajját, amit hogyha beállítasz, akkor annyira szűri ki ugye a háttér zajokat, stb. Annyi az egész, hogy az egyik ugye arra szolgál, hogyha nagyobb hangerőt érsz el, mint amennyire be van állítva, akkor veszi a hangodat, viszont a másik pedig annyi, hogy a hátteret szűri, úgymond. Illetve van egy útkapcsoló, ami kikapcsolja ugye a mikrofont, hogyha le van hajtva akkor is. Aztán van egy speaker ikonunk, amit itt találtok, playback. Itt pedig van egy beállítás, hogy 2.0-en szeretnénk használni, hogy 7.1-en. Ugye a 2.0 az a stereo, 7.1 meg a virtuális, és hogyha 7.1-et bekapcsolod, akkor tudod a reverberation, ami a visszhangot jeleli, hogy mennyire hallod vissza úgymond a dolgokat, tehát mennyire legyen ez a térhangzás annyira megváltozva. Aztán itt látjátok, hogy nekem jelenleg be van állítva arra, hogy film, de van előre beállított zene, export, film és flat hangzás. A zenénél basszusosabb, hogy musicra állítod, az export az igazából játékra lenne való, de én személy szerint nem szeretem, nem használom. A movie az valóban jobb filmeknél, illetve a flat hangzás ugye az a teljesen semleges. Igazából én ezt használom játékra és zenére egyaránt, mert szerintem ez a legkorrektebb, hogyha nincs semmilyen frekvencia feltolva vagy éppen aláhúzva. De nyilván, aki jobban szereti a basszust, az használja a musicot, és akár még húzhat is rajta, ugye, mert ezeket lehet állítgatni, illetve lehet létrehozni a vezeteket. És igazából ennyi lenne a termék. A termék ára jelenleg 107 000 forint, de egyébként a körülbelül egy másfél hete ilyen 70 000 forintért is lehetett vásárolni. Amennyiben ezt a terméket szeretnéd megvásárolni, vagy bármilyen egyéb kérdésed lenne róla, nyugodtan tedd fel nekem a komment szekcióba, és ezt meg fogom neked válaszolni. Köszönöm, hogyha megtekintetted ezt a videómat, hogyha tetszett, akkor mindenképpen lájkold, illetve iratkozz fel a csatornámra. Hamarosan találkozunk a következő videóban. Én Stefan voltam, sziasztok!